A Magyarország gyűlés az részben a mi országgyűlésünk is. Nem csak azért, mert mi is választottuk, hanem elsősorban azért, mert a nemzetpolitika alakítása és alakulása szempontjából fontos az, hogy az országgyűlés milyen politikai összetételű, illetve a mi számunkra fontos az, hogy az a nemzetpolitikai építkezés, amelyik az elmúlt három ciklusban jellemezte nem csak a parlament munkáját, hanem a kormányzatnak a munkáját, az folytatódni tudjon. És ennek a megerősítése és megerősödése történik meg itt a mai nap folyamán, a április 3-ai választást követően, amelyiken több mint 60 ezer vajdasági magyar szavazó polgár vett részt levél szavazatok útján. Ez a mai ma alakult parlament egy olyan kétharmados Fidesz-KDNP-s többséget tud a soraiban, amelyik ennek az elmúlt ciklusokra jellemző nemzetpolitikának a folytonosságát tudja eredményezni.